A díját adott követően a 23. Páger Antal színészdíjas Lukács Sándor megosztotta érzéseit az elismerés kapcsán, majd mesélt Téni bácsiról is, és az életének meghatározó állomásairól. Végezetül pedig egy verssel is megajándékozott minket. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Lukács Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, költőt, és engedje meg, hogy minden makói nevében hadd gratuláljunk a Páger Antal színészdíjhoz, amelyet az előbb vehetett. Tehát milyen érzések vannak önben, milyen érzés volt átvenni ezt a díjat, és amikor megtudta, hogy ön részes ennek a társulatnak? Hát nagyszerű érzés volt, mert maga Páger Antalnak a személyisége, ő a mindenkori magyar szín, a legjobb három mindenkori magyar színész között benne van, vagy benne lesz később is. Ebbe biztos vagyok. A jó Istennek egy nagy ajándéka részemre, hogy én még játszhattam vele, nekem kollégám lehetett, én lehettem az ő kollégája. Ugyanis 72-ben, amikor engem a Várkonyi leszerződhetett a Vígszínházhoz, akkor ő még ott virulens tag volt, és egymás után játszott a főszerepeket. Tüneményes ember volt, most ezt tegyük félre, hogy egy zseniális színész, de emellett, mint a hétköznapi embersége is egészen varázslatos volt, és hatalmába kerítette az embert. Az apró kis sztoriknak az elmesélése, vevőkészüléke is volt, nem csak leadókészüléke, ami nagyon nagy dolog, pláne egy ilyen nagy sztárszínésznél, mint amilyen ő volt. Úgyhogy nyugodtan az ember bármilyen gondja volt, akár szakmai, akár magánéleti, nyugodtan lehetett hozzáfordulni, mert meghallgatott, és érezted, hogy őszintén hallgat, és őszintén akar segíteni. Ami olykor nagyon ritka tud lenni. Igen, ez mindenkor ritka, jövőben is ritka lesz. Megvan-e már a gyűrűnek a helye esetleg, vagy viselni fogja? Gondolkodott-e már erről? Hát esetleg egy-egy alkalom. Én nem vagyok gyűrűs, már olyan értelemben nem szeretem, ha idegesít, ha az ujjamon van, de vannak olyan alkalmak, amikor a Rutkai Éva gyűrűt is fölveszem, és természetesen most már Téni bácsi gyűrűjét is, amit én még élőben is nagyon sokszor láttam rajta. És mit gondol erről a Páger Antal színészdíjról, amely egy civil kezdeményezés, és hogy ennyi művész birtokolja? Milyen nívója lehet ön szerint a művészek körében? Hát kérem, ahogy én ezt végignéztem most itt a díj átadás, akkor ezt a névsort, vagy képsort, amit láttam, hát azt hiszem, ha valamit nem kell szégyelni, akkor ezt nem kell, mert tényleg egytől egyig kiváló tehetséges kollégák arcképeit láttam, és szinte nem volt egy olyan, akire azt mondtam volna, hogy na, hát ez is, nem, mindenkit elfogadtam szeretettel, és én magam is adtam volna neki, ha én láttam volna a zsűribe. Egy kicsit, mint embert közelebbről szeretnénk megismerni, és egy kicsit önről kérdeznénk, hogy minden ember életében meghatározó a család és a pedagógusok, hogy az ön életében a szülei milyen értéket adtak az útra, amelyet jár, illetve milyen meghatározó pedagógusai voltak? Hát fantasztikus szüleim voltak, egy szem gyerek lettem, végül is úgy alakult a dolog. Hát ugye a legrettenetesebb Rákosi korszakra esett a gyerekkorom. Tehát az 50-es évek elejére, ugye 47-ben születtem, és hát 47 meg 6 az 53, ugye? 53-ban kezdtem el iskolába járni, amikor még tombolt a Rákosi terror. A szüleim vallásos emberek voltak, főleg apám, édesapám. Én is már kisgyerekkoromban minisztráltam. Persze úgy kellett ezt intézni annak idején, hogy a kora reggeli órákban kellett ezt lebonyolítani,
nehogy meglássák, vagy mit tudom én. Hát akkor még komoly vallásüldözés volt. Ennek ellenére tényleg egy tisztességes, istenhívő családban úgy érzem, hogy egy minden úgynevezett ceremónia nélküli istenhívő ember vagyok. Tehát csak a nagy ünnepeken megyek el templomba, nem azért, mert napközben nem. Szeretem, hogyha sétálok az utcán egy neutrális hétköznapon, és akkor egy üres templomba bemenni, és ott imádkozni egyet. De ilyen hivatalos ünnepségekre nem szoktam menni, viszont istenhívő vagyok, és elég sokat imádkozom. És ezt mind otthonról kaptam, von Haus-Haus, meghatározó az otthoni nevelés. És a pedagógusok is, amikor a gyermek pedagógusok az iskolában. Is, igen, hát szóval abban az időben divat volt a egyetemen oktató, akár, szóval nem rendszerrel, lelkesen együttműködő, kiváló professzorokat leminősíteni, lejjebb minősíteni. Tehát nekem például a gimnáziumban egyetemi oktatóim voltak. A Pápai Sándor, az irodalom és a történelem tanárom, vagy a dr. Hajdók János, később a Pesti gimnáziumban. Én Miskolcon születtem, és az első két gimnáziumot Miskolcon, a Földes gimnáziumba jártam. Aztán 16 éves koromban kerültünk fel Budapestre, és már itt érettségiztem az Alfamozi melletti BEM gimnáziumba, ami most, ha jól tudom, a Közszolgálati Egyetem néven vagy címen működik. Az életét, illetve a gyerekkorát, meg a mostani életét is az irodalom szeretete, és a vers az mindig is átszűnte. Hát ezt apámnak köszönhetem, aki hallatlan türelemmel viseltetett irántam. Ugye ő a Bükki állami erdőgazdaságnál dolgozott értelmiségi munkakörben, és hazajött 4 óra után, 4:30 között, és 4:30-tól lefekvésig csak velem foglalkozott. Illetve velünk, mert a kis haverjaim jöttek át, nagy udvarunk volt, csinált nekünk focipályát, fölfestette a kaput a tűzfalra, volt távolugrópálya, magasugró szerkezet, pingpongot, mindent. És esténként Arany Jánost és Petőfit olvasott fel nekem, úgyhogy tényleg ezen nőttem fel. És nagyon korán meg ihlette akár a szavak, a versek, ha jól tudom. Hát az igazság az, hogy mint hivatásos, vagy nevezzük profi költőnek, azért az későbbi időszak. 85-ben jelent meg az első verses kötetem, még a Kardos Györgyféle Magvető kiadónál. És akkor a második is a Magvetőnél jelent meg. De hát én már azóta írtam, gimnazista korom óta írtam, csak nem publikáltam. És hogy jött a Színház és Filmművészeti Egyetem, a színészet? Mikor jött ez az elhívás? Hát az egy aranyos kis történethez fűződik. Harmadikos vagy negyedikes általános iskolás lehettem, amikor a tanítónéni épp Móra Ferenc egyik kis tüneményes novelláját a Kincskereső kisködben olvasta föl nekünk, amikor bejött a Pedellus bácsi, az iskolaszolga, és azt mondta, hogy tanítónéni, kérem, tessék kijönni, mert a igazgató elvtárs, akkor még az elvtárs volt az 50-es években, akar magával beszélni. Tanítónéni, de jó, megyek. Körülnézett, kiszúrt engem, és azt a Lukácsony, gyere ki, folytasd, amit én elkezdtem olvasni, és majd jövök vissza. Kiment, hát egy csak fiú osztályba, akkor még nem volt koedukáció. Hát képzelheti, hogy mi történt, mikor kimegy a tanítónéni egy fiú osztályba. Hát elkezdtek csúzlizni, egymás fejét verték, rosszalkodtak, hangoskodtak, röhögtek. Én meg ott remegő kézzel olvastam a kisködmönt. És körülbelül 3-4 perc vagy 5 perc után azt vettem észre, hogy egyre nagyobb a csend. Már csak a leges-legátsó padokban ütötték egymás fejét, aztán azok is elhallgattak.
és mire a tanítónéni, a Hécei Kati néni visszajött, halálcsend volt, és figyeltek engem. És ez nekem akkora élmény volt, hogy a legvagányabb, a legcsibészebb, a szünetben a legdisznóbb vicceket mesélő, legvagányabb srácok is figyeltek rám, amit én mondok. Szerintem ott dőlt el, hogy én színész legyek. Ez nem tudatosan, mert akkor még ezt nem tudtam így levezetni, csak egyszerűen ott kaptam meg azt az élményt, hogy nekem valami olyasmiféle pályára kéne mennem, ahol le tudom kötni az emberek figyelmét. Ez lehetett papi pálya, pedagógusi pálya, színészi pálya, stb. És szerintem... Aztán utána már elkezdtem szavalgatni iskolai ünnepélyeken, minden, és akkor így szép lassan. A családja, a szülei támogatták ezen az úton? Igen, igen, bár tudták, hogy ez milyen nehéz és végül is veszélyes pálya, mert 100 ember közül 10-nek jön be, igazán. Összejött, de nem elsőre. Nem, negyedszerre vettek föl. Igen, 3-szor jelentkeztem. Hát nem azt mondom, hogy fölöslegesen, mert az is tanulságos volt, de és először az elsőn rúgtak ki, aztán a másodikon, harmadszor a harmadikon, már a legutolsón, és negyedszerre fölvettek. Milyen nagymesterei voltak, vagy milyen tanítói voltak, akiktől tanulhatott? Vagy volt-e olyan, aki esetleg pártfogásába vette? Hát ott, hogy is mondjam csak, ugye, ahogy nem vettek föl, akkor az a szerencsém volt, hogy az akkori Nemzeti Színházban a Major Tamás összeveszett épp a főiskolai vezetőséggel, és elhatározta, hogy ott a színházon belül csinál egy színész stúdiót. És aztán úgy egyeztek meg, hogy aki túljut a második vizsgán a színművészetén, az automatikusan felvételt nyer ebbe a Major féle stúdióba, a Nemzeti Színházba. És én ugye másodikra túljutottam, úgyhogy tagja lettem, alapító tagja lettem ennek a stúdiónak, és akkor a nemzeti fénykorát élte, hisz Sinkovics Imre, Kálmán György, Váradi Hédi, Máté Erzsi, és most csak hasonra ütve hirtelen eszembe jutottak ezek a nevek, Kálmán György, ki ne hagyjam. És akkor oda, mint kis, és rendesen voltak színészmesterségórák, énekórák, mozgásórák, tehát ugyanúgy, mint a főiskolán. És tulajdonképpen most így vén fejjel, ha visszagondolok, a főiskola előtti 3 évben a Nemzeti Színház stúdiójában és a Nemzeti Színház akkori előadásaiban részt véve, jó magyarsággal, többet tanultam, mint a főiskola 4 éve alatt. Úgyhogy nekem az igazi tanulmány az volt, mielőtt fölvettek. Most ezzel nem becsülöm le a színművészetét, mert kiváló tanár, Gáti Józsefnél jobb beszédtanár, kevés van. De itt be is fejezem. És 1972 egy mérföldkő volt. 72 tavaszán, igen, akkor kaptam meg a diplomát, és Bárkonyi leszerződtetett a Vígszínházhoz, amelynek azóta is a tagja vagyok. Ki lehet számolni? Több mint 50 éve. És minek köszönhető ez a hűség, ez a lojalitás, hogy 52 éve ott van? Annak, hogy a Várkonyi divatba hozta, hogy az előző szezon legérdekesebb, legprogresszívabb, legizgalmasabb rendezőzéseit, azoknak a rendezőit a következő szezonban meghívta hozzánk, mint vendégrendező. Így, anélkül, hogy én kitettem volna hivatalosan, státuszilag a lábamat a Vígszínházból, az akkori rendezői élgárdával dolgozhattam, a saját színházamban. Tehát Szinetár Miklóstól kezdve Ruszt Józsefen keresztül, Harag Györgyön át, Babarczi Lászlón, Juri Jubujmov, és most tényleg csak
még a hasamra se ütve mondtam 4-5 fantasztikus nevet, és Szikora János, még Asherrel is dolgoztam, úgyhogy nem kellett elmenni, mert oda helybe jöttek a rendezők, és ez a Várkonyi zseniális ötlete volt. Hőn áhított szerep, amit meg is kapott és el is nyert, volt olyan? Volt, persze, de őszintén megmondom, ez nem jó hozzáállás vagy alapállás egy fiatal színész részéről, hogy áhítozik nagyon szerep. Azt a sorsra, a jó Istenre vagy a sorsra kell bízni. Mert van sok olyan szerep is, olyan darab, olyan, amiről nem is tud az ember, és kiderül, hogy remek, ragyogó szerepek vannak benne. Hát jó magam is, az életem, ha lehet ezt mondani, legnagyobb szakmai sikerét, és mint színész a legnagyobb élményét egy olyan darabnak a főszerepe okozta, amit nem is tudtam, hogy létezik ez a darab. Ez pedig az erdélyi író Székely János, aki már sajnos több mint 10 éve meghalt, neki a Caligula helytartója című műve, amit a Gyulai Várszínházban mutattunk be 1970, hát most vagy 6-ban, vagy 78-ban. És egy fantasztikus előadás volt. Én játszottam a helytartót, a Caligula helytartóját. Őze Lajos játszotta a zsidó rabbit, a fő ellenfelemet. És hát a Harag György, akkori kolozsvári színháznak a művészeti vezetője, igazgatója, ő rendezte, aki egy fantasztikus európai rendező volt, óriási élmény volt. És nem is tudtam azelőtt. A Hamletről tudtam, hogy van a Hamlet, meg az egy óriási szerep, de ez a Petronius, ez volt számomra legalábbis olyan szerep, egy Hamlet értékű szerep. Úgyhogy ezekkel, amit úgy nagyon-nagyon akar az ember, azok általában nem szoktak bejönni, azok a kívánságok. Viszont jön helyette más? Másik. Van esetleg önnek bármilyen rituálé a színpadra lépés előtt, vagy mielőtt bemegy a színpadra? Mennyire babonás? Az egyetlen rituálém az, hogy szeretem a szöveget minél hamarabb tökéletesen tudni. Gyorsan tanul? Nem. Most már nem. Most már egyre nehezebben tanulok. Régebben, hát természetesen fiatalabb koromban gyorsabban fogott az agyam, most már nagyon-nagyon meg kell szenvedni azért, hogy olyan szinten tudjam a szöveget, amilyen szintet én előírok magamnak. De megcsinálom azért. Meg. Láthattuk most a Páger Antal színészdíj átadó előtt. Hát ez se kevés szöveg. Nagyon sok volt. A monológok, a párbeszédek. Igen. Hát ugyanis másképp nem tud az ember erősen, hitelesen, szuggesztívan figyelmet lekötve dolgozni, csak ha már nem gondol arra, hogy mit kell mondani, hanem az úgy jön, mintha akkor neki jutott volna eszébe. Tehát a teljes hitelességhez hozzá tartozik a tökéletes szövegtudás. Tehát nekem ez a, hogy is mondjam, csak előadások előtti hobbim, vagy nem hobbim, de kötelességem, hogy ezt minél hamarabb tudjam. Vecsei H. Miklós volt a rendező, igen, egy fiatal, igen, színész, rendező. Igen. Milyen volt vele a közös nagyszerű munka, illetve? Nagyszerű. Hát a Hasi, mert mi úgy hívjuk, hogy Hasi, egy borzasztóan tehetséges fiú, és egy nagyon művelt srác. Úgyhogy két öreg róka, ugye, mint a Jordán, meg én, olyan finoman, intelligensen kezelt bennünket végig az egész próba folyamat alatt, hogy nagyszerű érzés volt vele dolgozni, és hát még sajnos szégyellem magam, nem láttam, de azt mondják, hogy kiváló ebbe a Semmelweis filmbe is, mert ő játssza a Semmelweis film főszerepét. Egy nagyszerű srác. Kívánom neki, hogy még sokáig egészségben, erőben ilyen színvonalon dolgozzon, mint ahogy ő tud. És akit megformált, Bíboros, hogyan állt a szerephez, hogyan próbálta? Látta esetleg a filmet, hogyne, és abból inspirálódott? Láttam a filmet. Hát két nagy bölény játszott a Jonathan Pryce és Anthony Hopkins.
Nekem a Hopkins nagyon régóta kedvencem, és mivel ő játszotta a Ratzinger bíborost, tehát aki lemond a későbbi 16. Benedeket, először szívem szerint azt játszottam volna, a Hopkins miatt. És aztán a Hasival, meg a Rózsavölgyi Szalon művészeti vezetésével többször leültünk, meg aztán később a Tamással is, és akkor eldöntöttük, hogy mégiscsak így lesz az érdekes, ha én a Ferencet játszom, a Bergoglio bíbors és a Tamás játsza ezért, és azt hiszem, hogy be is jött. És még mi mindenben láthatja a közönség, hogyha kíváncsiak? Hát most amit érdemes megnézni ezen kívül, a két pápán kívül, az majd a Hazug című Goldoni darab lesz, aminek jövő hónap végén van lesz a bemutatója. Abban játszom az egyik főszerepet, a Lélio Bizonyózinak az apját, Pantalonét, a kereskedőt. Úgyhogy ezt a darabot ajánlom. Nagyon köszönöm a beszélgetést, de nem engedhetem el anélkül, hogy ne szavalna nekünk, ja, hogyha nem igen. Túl nagy kérés. Egy kedves verset, ami önnek. Adi Endre, Gog és Magog fia vagyok én. Hiába döngetek kaput falat, mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar dalrival. Szabad-e betörnöm új időknek új dalai? Fülembe forró olmot öntsetek. Legyek az új, az énekes vazul, ne halljam az élet új dalait. Tiporjatok reám, durván, gazul! De addig, sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal. S ha elátkozza százszor puszta szer, mégis győztes, mégis új, és magyar.